Valószínűleg nem lesz hétfőn szúnyogírtás a városban, de mihelyt kedvezőbbre fordul az időjárás, illetve a csípésszám is indokolja, felszáll az írtóanyagot szóró helikopter. Az írtásra használt vegyszer egyébként veszélyes a méhekre, ezért a településeken és azok 5 kilométeres körzetében tevékenykedő méhészeknek az írtás idejéig el kell zárniuk a méhcsaládokat. Biztos, hogy hétfőn nem írtunk, mivel az időjárás nem kedvez a szúnyogírtásnak. Ahhoz, hogy tudjunk írtani, több tényezőnek is egyszerre kell teljesüljön. Legfontosabb a csípésszám. A városban 19 vizsgálati ponton mérik a csípésszámot napnyugta előtt 2 órával. A 2 entomológus azt figyeli meg, hogy 5 percen belül hány szúnyog csípte meg őket. A belvárosban például nincs szúnyog, de a legfertőzöttebb helyeken, így a Fekete-hegy szárazréten és a Maros-hegyen is közepesnél alacsonyabb a szúnyogok száma. Szúnyogírtást akkor rendelnek el, ha 40 fölötti csípés történik óránként, mondta Tóth Boglárka, a Városgondnokság köztisztasági és hulladékgazdálkodási vezetője. Ha ezt tavaly vesszük fel, biztosan nem lenne ilyen zavartalan a helyzet. Most azonban, feltehetően, a riporter is megúszta a szúnyogcsípések nélkül. A szakemberek szerint idén azért van jóval kevesebb szúnyog, mint az előző években, mert tavaly nagy rajzás volt, és a sekély vizek szélére tették le a petéjüket a rovarok. Ezek kiszáradtak, így a peték nem tudtak áttelelni.